Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, mit mutatnak a képek. Itt lesz majd a jelenlegi helyzet. Fölötte vannak a gondolatok és a tervek. Alatta az érzelmek. Itt bal oldalon a jelenlegi helyzet. És jobb oldalon mutatkozik a jövő. Először is megnézzük a fő témát, ami itt középen van. Itt látható ez a medve, és utal az erőre, a te erődre, az ő erejére. Azt is jelentheti, hogy te adsz számára erőt, vagy fordítva ő segít neked. Amit ez a medve még jelenthet, egy bizonyos személy, akinek van szava. Ez lehet az apukád, vagy az ő apukája, lehet a főnök, vagy az ő főnöke, egy bírósági ügynél lehet a bíró. És a gondolatok. Itt vannak szép gondolatok, megjelenik a nyilvánosság, itt kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, minden kivirágzik. És az érzelmek. Itt keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Kell a biztonság érzete, hiszen a medve jelenti akkor azt, ez ad számotokra erőt. Ez lehet a hivatás, egy új lakhely, vagy a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Itt lesz növekedés, itt gyümölcsözik valami. A jelenlegi helyzet, lesznek változások. Itt látható a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, különösen ami a szerelmet illeti. És itt lesz egy jó hír. Javulnak a dolgok. A jövő. Itt a hold utal anyukára, anyai témákra, de jelenti az érzelmeket is, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Itt van kapcsolat, vagy tervezitek a jövőben a házasságot, és a kutya jelenti a hűséget. Megvan az életerő, itt vannak a lehetőségek, szerencsés fordulat, itt gyümölcsözik valami, lesz egy jó hír, megjelenik a szerelem, az álmok, a vágyak, a remények, a kapcsolat vagy egy házasságnak a tervezése, és a kutya jelenti a hűséget. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!